Településvezetők jöttek el a Baranyai Szent Lászlóra, ahol a TAR Kft. Legújabb beruházásáról hallhattak tájékoztatást. A szigetvári járásban a kisebb településeket is bekapcsolja a fejlesztés a szélessávú internet elérés világába. Sikerült elnyernünk egy pályázati támogatást, amivel a szigetvári járásban konkrétan 35 településen építünk ki hálózatot. Ez a hálózaton belüli lefedőhálózatot jelenti, illetve a települések közti összekötő kábel hálózatot jelenti, és ezeken a 35 településen szeretnénk elindulni. Olyan szolgáltatást kínálnak majd az itt élőknek, mint a nagyvárosokban. Jelenleg a TAR Kft. 350 településen szolgáltat, és ezáltal növekszik ugye a települések száma, és hát ezeken szeretnénk ugyanazokat a szolgáltatásokat immár optikán megvalósítani, tehát itt a 150 digitális tévécsatorna, köztük 80 HD, aztán az internet szolgáltatások a legkisebb csomag, ilyen 150 megától egészen az 1 gigáig vagy 1000 megabites csomagokig lesznek elérhetők az ügyfeleink számára, illetve a telefon és mobiltelefon szolgáltatás is elérhető lesz. A beruházás jelentős anyagi forrást igényel. A hálózat belső részek, tehát amelyik a településeken lesznek megvalósítva, az egy 870 milliós beruházást jelent, a külterületi részek meg egy 120 milliós beruházási összeget jelent összességében. A pályázati résznek a határideje az idén év vége, tehát úgy tervezzük, hogy harmadik, negyed év végére szeretnénk befejezni a pályázatos végpontokat. Van olyan település, ahol már például Bogykapeter, ahol már most is zajlik a kivitelezés. Már 8 településre megvan az építési engedélyünk. A többi településnél még tartanak az engedélyezési eljárások. A pályázati résznél a közigazgatási közintézményi végpontok kialakítása az elsődleges, így a települések hivatalai intézményei kapcsolódhatnak a Nemzeti Távközlési Gerinchálózatba, ami kizárólag optikai kábelen történhet. A cég saját forrásból a háztartások elérését is kiépíti a szolgáltatásai nyújtásához. Ennek egyik központja éppen Szent Lászlón lesz.